Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai Károli Szabad Egyetem estjén. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Egy ilyen szép számban mutatkozik meg, hogy a meghívott vendégünk irány, irányában komoly az érdeklődés. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vannak. Én Bán Teodóra vagyok az Egyetem Közkapcsoló és Kommunikációs Főigazgatója. Kisé rendhagyónak tekinthető ez a ma este, valószínűleg, a korábbi rendezvényeinken a téma, azaz az előadás tematikája volt elsősorban a hangsúlyos, mind a mellett, hogy, hogy azt a témát képviselő személy, jeles és meghatározó képviselője a területnek. Így például elsőként 2022. május 25-én fogadhattuk, rektor úr meghívására, Súlyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét. Őt követte Pintér Sándor, a belügyminiszter, majd Bagdi Emőke, professzor, asszony, szakszpszichológus. Sor Tamás, az MTA elnöke követte őket. Majd Böszörményi Nagy Gergely, Mohol Egyetem, Mohori Alapítvány elnöke. Váradi Tibor jogtudós, Ferenc Jorsója űrkutató, Zihó Viktor a fenntartatóságról tartott előadást, Kun Miklós professzor uh, emerituszt követte vendégként Trócsányi László úr, rektor úr, akit az Egyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK elnöke hívott meg egy kerekasztal beszélgetésre. Majd érkezett Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, és a mai napon sorrendben a 12. előadás illusztris vendége következik hamarosan, aki elfogadta Trócsányi László rektor meghívását, Lázár János, építési és közlekedési miniszter. Kérem, fogadják szeretettel Lázár János urat, és Rócsányi László rektorat, aki ma este életinterjú műfajban igyekszik miniszter úr szakmai és karrier útjának a meghatározó és sorsdöntő eseményeket sem kikerülő kérdéseit feltenni. Kérem, fáradjanak a színpadra! Hát kezdjünk bele. Ugye... A mai vendégünk valóban egy rendkívül. Jó estét sok, kívánok! Sokoldalú, küzdő, harcos, közéleti személy a vendégünk, ugye, akit hál' Istennek megadott a sors, hogy elég régóta ismerhetek. De talán ennyi időjünk kell Bródi Sándorból az újság című abban 1907-ben azt írja Hódmező vásárhelyről, Paraszpár is egy óriási kiterjedésű és népességű falu, amelyben úgy szóval mindenki a búza által és a búzáért él. Adi Endre később azt mondja, Hát eddig csúfolták Paraszpáriznak, Párizsnak, Parasz Párizsnak a budapesti sriblerek, hogy a Paraszpáriz hirtelen beszélni kezd magáról, mint a magyar intellektuális forradalom új helye. Nem tudok szebbet és jobbat mondani, mint hogy engem lepett meg legkevésbé hódmezővásárhely ébredése, kulturális nyugtalansága, és az a jövendő. az egy újság volt egyébként abban az időben. Na most! János, mit adott neked tehát hódmezővásár, szülői ház? Valóban létezik parasz Párizs, ez a kifejezés? Vagy azt mondjuk, hogy már ez egy polgárváros. Te hogy emlékszel vissza tulajdonképpen erre a fogalomra? Egyrészt mit adott neked a családi háttér? mert a szüleid az agráriumból jöttek, ugye, ahol mégis a mezőgazdaságnak volt jelentősége. Mit gondolsz erről a felvetésről? Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást. Riasztónak tűnik, hogy szerény 48 éves korom ellenére életút interjúra kerül most sar. Ne aggódjá, nem vagyok beszél. nagyon babonás, csak egy kicsit, de ez, ez aggasztónak tűnik önmagában maga ez a helyzet. És ráadásul zavarba is vagyok, mert Trocsányi László tanította a Szegedi Egyetem jogi karán engem, mint az alkotmányjogi tanszéknek a vezetője, és hát később aztán talán nem árulok el nagy titkot, hogy a polgármesteri munkámat is nagyon sokat segítette, mint ügyvéd. Arról is beszélünk majd. Nagy Péter közös barátunkkal közösen, és aztán a politikában is közösen voltunk egy jó időszakban miniszterek. Nem megkerülve a kérdést, azzal kezdeném a választ, hogy Brody egyébként, amikor ezt a cikket megírta, ezt nem pozitívumnak szánta. Ez egy kritikus megjegyzés volt abban az újságcikkben, amit Brody Sándor írt. Tulajdonképpen ezt egy fricskának szánta hódmezővásárhelyt illetően. Ugye a városnak a kiterjedése a jelenlegi budapesti közigazgatási kiterjedésnél nagyobb volt 1907-ben, és az osztrák-magyar monarchia első tíz legnagyobb kiterjedésű és lakosságú városában 65 ezer ember lakta, akkor Hódmezővásár egy benne volt. És Adi Endre írt egy védő ezzel kapcsolatban, most nem tudom, hogy a mai kor szellemi csatái között melyik a nagyobb baj, hogyha a Bródi lehúzza az embert, vagy ha Adi Endre megvédi. Nem, ugye olvasok mindenfélét, ami zajlik a szellemi világban itt a progresszív, haladó gondolkodású költők munkásságának megítélését is. Na, szerintem van a városnak szellemisége, ellenzéki szellemiségű város volt mindig valójában ami abból táplálkozott, és ez ebben az épületben talán nem közömbös, mert ezt te sem tudod, hogy ennek az épületnek az utolsó magántulajdonosai hódmezővásárhelyen földbirtokosok voltak. Mind a ketten tulajdonképpen. A Károly Melinda, akinek az édesanyja volt Csekonics, és aki örökölte ezt a házat, és a férje Károly Gyula, aki miniszterelnök volt. Ugye ők mind a ketten első a voltak, és Károlynak születtek, és ővék volt ez a ház teljes egészében. A Károly Melindának az édesapja Károly István építette, és a Felner és Helmer építész cég tervezte, akik a Kecskeméti Színházat is, és ők hoztak egy döntést valamikor a Károlyi család, aki a Rákóczi Szabadságházban való részvétele miatt kapta meg Hódmezővásárhelyt. A döntés lényege az volt, hogy 1847-ben önkéntes örökváltságképpen, jogtörténettel foglalkozó hallgatók figyelmébe ajánlom, a város parasztsága megválthatta magát. És ebből kialakult egy önálló, nem nagy birtokrendszerű parasztpolgárság, amit német László nagyon igényesen ír meg az égető Eszterben, utal rá a minőség forradalmában is, és teljesen más a hódmezővásárhelyi társadalmi szerkezet, mint mondjuk egy Dunántúli városnak, vagy egy Dunántúli közepes méretű településnek a társadalmi szövete. És ez azzal járt, hogy nagyon erős 48-as hagyomány, nagyon erős protestáns hagyomány, és nagyon erős merkantil hagyomány, amire utal Adi, hogy búzáért és búzából, illetve a Brody amire utal, hogy búzáért és búzából élnek, az én szüleimre is tipikusan jellemző, de ez párosul egy nagyon, nagyon nyakas, nagyon puritán és nagyon merkanti szellemű protestantizmussal, ami ebben a házban azt gondolom, hogy erősen valható, és amire ugye Max Weber is többször kiutal és visszautal, és szerintem nem kap elég fókuszt és figyelmet a református egyház közgazdasági szerepen mondjuk a második világháború előtt. Ebben Hódmezővásárhely mindenféleképpen zászlóvívő volt. Én ebben a szellemben nevelkedtem. Az őseim virilisták voltak abban a városban, benne voltak az ottani döntéshozatali rendszerben, az ottani agrár érdekképviseleti rendszerben, majd később a kisgazdapárban. Szüleim, nagyszüleim soha nem léptek be a kommunista pártban, volt egy antikommunista jellege is a városnak, ebből következett hogy a rákosi rendszerben az egyik legtöbbet szenvedett város volt, mert ezt a paraszt, ez rosszabb volt mindennél. Rosszabb volt a marxista dogmával illetett burzsuáziánál, nagybirtoknál, mert ezek nem nagybirtokosok voltak, ezek közép vagy kisbirtokosok voltak, ezek kerültek kuláklistára. Önálló gondolkodás, szuverenitás, önállóság, függetlenség jellemezte őket. Ezeket örököltem alapvetően. Önálló vélemény iránti, önálló nézőpont iránti igény. Ez, ez az, ami belém jött, és 89-ben gimnazista voltam ott, egy református gimnáziumban, ahol a rendszerváltást 14-15 évesen éltem meg. és az Lázadó voltál? Nem a szüleimmel szemben, de ilyen rendszerkritikus voltam alapvetően. Nem a szüleimmel szemben, én egyedüli egy gyerek vagyok, és nagyon jó kapcsolatom a szüleimmel. Ott nem volt -e a lázadásnak. Jó tanuló voltál? Bizonyos tárgyakból igen, bizonyos tárgyakból kevésbé. Mindig azzal szerettem foglalkozni, ami érdekelt. Miért mentél a jogra? Fölvettek a bölcsészkarra, mert a, a, Magyar Televízió és a Széchenyi Társaságnak volt egy tudományos versenye, ugye a Széchenyi Istvánnak a születésnapja volt 1991-ben, a 200. születésnapja, 1791. szeptember. És akkor volt egy tudományos diák köri vetélkedő, ahol az első tízbe bekerülőt automatikusan felvették bölcsészkarra. De én úgy gondoltam, hogy ez nem elég ambiciózus terv, ezért félretettem a bölcsészkart, mert minden tanárom bölcsésznek akart küldeni. Alapvetően történet tudomány érdeklődésű ember voltam, és lehettem volna most jó nevű történész. Lehet, hogy az ország is kevesebbet szenvedett volna. Csak az olvasna, aki megveszi a könyveket, így viszont... De az üzlet azért csak megfogott, mert részvénytársaságban írtad a, a szakdolgozatodat. Igen, a igen, igen. Az első az magyar részvénytársaságról, Homoki é... Nagy Márjánál, akinek nagyon sokat köszönhetek, és aki fantasztikus ember. Igen, megfogott, mert a szüleim azt mondták, hogy nem világos, hogy az agráriumban van-e jövő, nem világos, hogy a bölcsészettudományban szabadúszó bölcsészként van-e jövő, a jogi pálya adhat egy stabilitást. Én akkor már 7.-8. generációs agrárius lehettem volna, és akkor a jogi pályára mentem. Na de ömelek, 14 éves korában. elkezdtél el 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 dolgozni már. Igen, de, de azt még hagyd meséljem el, hogy 14 éves koromban, amikor itt gimnazista lettem, az osztályfőnököm, aki egy olyan ember, aki nagyon érdekes karakter abból a szempontból, nagyon ritka ma a pedagógusok között, tanárok között, hogy valaki mondjuk költő legyen középiskolai tanárként, vagy, vagy olyan minőségű tanár legyen, aki könyveket ír. Tehát egy ilyen tanár elithez tartozó valaki, és megkérdezett mindenkit, az első osztályfőnöki órán megkérdezett mindenkit 14 éves korunk, hogy ki mi akar lenni, és én felálltam, és mondtam, hogy ügyvéd leszek kijelentő módban. És nekem ez nagy álmom volt, hogy ügyvéd legyek, és azt hiszem, hogy talán az ország egyéb ügyvédje is lehettem volna. Ennyi, ennyi, nagy képűség talán belefér. Még ki tudja, mit hoz a Igen, igen, igen. De, de valóban unatkoztam egy kicsit az életemen, ez hozzátartozik a valósághoz. Nagyon érdekelt, azért, már a jogi karom minden tantárgy érdekelt valójában, tehát ott nem volt olyan, amivel szenvedtem volna, vagy ami unalmas lett volna. De azért akartam az életbe beleszagulni, és a helyi közélet nagyon erős volt. Ugye 90-ben nem így kellett elképzelni egy megyei jogúvárost, mint ma. És a közéletet sem kellett így elképzelni, mert részben kevésbé volt polarizált, részben sokkal színesebb volt. De akkor az MDF volt igazából erős válság helyen. Oh, hát a Grezsa Ferenc volt az MDF parlamenti képviselője, aki az Apák és Fiúk című cikket megírta. Így van. És az osztálytársaimnak az egyik fele... A koszú. Így van. Kószó Az osztálytársaimnak az egyik felét bennünket egy MDF-es történelem tanár tanított, a második, és MDF-es magyar tanár, a másik felét az osztálynak egy SDS-es, aki akkor polgármester jelölt is volt. Ezért az osztály egyik fele az apák és fiúk című cikket szorta a postaládába 15 éves gimnazistaként. Az osztály másik fele az erre a cikre írt válasz SZDSZ-es pamfletet szorta. Ez volt a 90-es évek politikai helyzete. Akkor az iskolában, hogy egymásnak feszülő politikai indulatok voltak, ugye a tanárok politikai, ez teljesen evidens volt. Én az MDF-eseket ismertem ott a. Igen, nagyon rendes időben, emberek voltak. Nagyon kiváló polgárcsaládok voltak. Igen, egyébként orvosok voltak. Mindenki. Közöttük. Ugye tehát. azt tudni kell, hogy a 90-es, a 80-as években az MDF-nek volt egy népi balosszárnya. Így van. Ahol összeért Bíró Zoltán, Csóri Sándor, Posgai és még sorolhatnék ide másokat is. Ennek a népi balnak a népi írók, íjés, és német László szellemi elővezére volt. Erről ma, ahogy ma úgy kerülnek emberekbe a parlamentbe, hogy ezek a kérdésekről nem, hogy nem olvasnak, fogalmuk sincs. E és ezeket a népírókat Hodmezővásárhelyen a Kánon legfontosabb szereplőjének tekintették. Ezért az, hogy csurka lejárt a 80-as években a helyi, akiket te említettél, értelmiséghez, Szegedre, Hodmezővásárhelyre, a helyi művészvilághoz. Az, hogy az MDF-nek a népi szárnya automatikusan mondjuk a Grezaferi édesapját, aki irodalom történész volt, meghívta a lakitelekre, az alakuló sátorba. Az, hogy a vidéki magyar értelmiség bekapcsolódott a rendszerváltozásba, az az MDF-nek elsősorban nem az urbános, hanem a népi balosszárnyán keresztül És jött ebben jött be. Ebben volt. volt. komoly szerepe, Na. nagyon erős bázis volt. Igen, János, de ez megjelent egy rabcsák nevezetű úriember. Kívülről. És te mellette lettél, aki KDNP-s volt. Igen. A... Tehát mit Igen. tanultál tőle? Hogy került egy ilyen látókörébe? Ugye ez úgy történt, hogy voltak Mégis ja, mégiscsak egy elégtétel volt a 90-es rendszerváltozás azoknak a családoknak, akik mondjuk 1950 előtt egy középvárosban valamiféle politikai vagy gazdasági befolyással bírtak. És ezeket a gyerekeket, ezeket az úgynevezett régió családokból származó gyerekeket, azért úgy az öregek pátyolgatták, összegyűjtötték, szemmel tartották, vagy számon tartották. A nagyanyám is ebből a világból jött, és a nagyapámnak meg nagyon közeli rokona volt Olá Sándor kisgazdapárti parlamenti képviselő, aki 90-ben a kisgazdapárt parlamenti képviselője lett. És akkor engem ott nagyon hamar megtaláltak, hogy menjek a kisgazdapárt felé, menjek az MDF felé. Az MDF-esek is fiatalokat gyűjtöttek, nem volt divat MDF-es fiatalnak lenni, nem volt divat kisgazda fiatalnak lenni. És akkor engem nagyon hamar e, ilyen szempontból megtalálgattak emberek, helyi közéleti szereplők, és ugye hasonló hasonlóval, vagy mindenki a saját fajtáját keresi, azért mindenki tudta a vásárhelyen, hogy hogy kik azok az emberek, akik mondjuk antikommunisták voltak, kire lehet számítani, kire lehet építeni. Azt tudom neked mondani, hogy ez a parasztpolgári virilis kör lehetett egy 500 család hódmezővásárhelyen a második világháború előtt. Mind a mai napig mindenki tudja a másikról, hogy melyik körből jön. Mind a mai napig számon tartják. is házasodnak? Azt nem tudom, vagy nem mondanám, számon van ez tartva mind a mai napig. Ez egy olyan kisváros, ahol mindenki tudja, hogy a másik honnan jön. Ugye bennünket mindig azzal vádolnak, hogy ezek ugye a kulákok, stb., meg van ez a megbélyegzés. Sokszor mind a mai napig a politikában használják sajnos. De a lényeg az, hogy én nagyon sokat köszönhetem ennek a világnak, és akkor ott meghívtak különböző rendezvényekre, és volt a Rapcsák polgármester, aki úgy került be a hódmezővesei közéletbe, hogy 1990-ben olyan volt az önkormányzati rendszer az MDF önkormányzati törvénye alapján, hogy a képviselőtestület választotta a polgármestert, és nem volt direkt választás. És kialakult egy padhelyzet, mert a MDF-nek nem volt többség a képviselőtestületnek, mint ahogy a kisgazdapártnak és az sds nek sem. És nem tudtak megegyezni a polgármester személyében, és valaki bedobta, hogy van egy vállalkozó, aki az első KFT-t alapította Csongrád megyében, egy fizikus-matematikus, aki mérleggyári mérnök volt egyébként, fejlesztő mérnök volt, és volt egy kft mérlegeket készített. Nagyon sikeres ember volt, hívjuk be őt. Aki nem volt kommunista, harcolta a bolsevikokkal, jó karakter is hívjuk be őt, behívták, és meg is választották. És akkor ez az ember Teljesen új szemben, szellemben, alapvetően nem bürokrata, nem közigazgatási. Súlyos nál. egyeniség volt. Súlyos egyeniség volt a szószoros és átvitt értelmében, ez így van. De, az, de innovatív szellem volt, mint vállalkozó, mint reál értelmiségi, mint fizikus, matematikus, teljesen másképp közelítette meg a dolgokat. Miért figyel fel rád? Azért, mert a bejáratnál áll Juhász Tünde, a közigazgatási államtitkárom, aki az ő külügyi titkára volt, vagy külügyi asszisztense volt, a testvérvárosi kapcsolatokat építette föl, és azt mondta Jóász hogy ő ismer egy ilyen gyereket, Aha. aki jó csávó, és azt hozzuk be. És akkor engem megkerestek az egyetemen, voltam 20 éves, hogy dolgoznék-e mellékállásban a polgármester titkárságán. Akkor nem jártál el előadásokra? Hát itt jönnek a kínos kérdések. <laughs> Keveset jártam előadásokra. A fiam most szintén jogi arra jár, és neki ajánlottam, hogy ő viszont járjon előadásokra a saját tanult, tapasztalatomból. Volt, amire bejártam, volt, amire nem, és egyetem után vagy egyetem előtt dolgoztam. Tehát, és sokat tanultál rabcsáktól? Mit nagyon, tanultál tőle? Hát inkább azt tanultam meg, hogy 20 éves koromban beültem képviselőtestületi ülésekre amit nem úgy el kell elképzelni, mint ma, hiszen nem volt monolitikus többség és nem volt monolitikus ellenzék, hanem egy rendkívül színes paletta volt. Ne felejtsd el, hogy akkor egy megyei jogú város képviselőtestületében orvosok, egyetemi tanárok, Olyan. mérnökök, Már vállalkozók, van. ügyvédek. Ma sajnos ezt kell mondanom, senkit meg nem bántva hogy a képviselőtestületek behívni helyi szinten embereket nagyon nehéz dolog, mert olyan polarizált a politika, és annyira durva a politikai közbeszéd, hogy egy normálisan józanul gondolkodó vidéki polgárt távol tart az a háború, az a polgárháború, ami egy helyi képviselőtestetben zajlik. Ez nem így volt a 90-es években a, a helyi képviselőtestület, mint ahogy szerintem a parlament is, még elitista elvek alapján szerveződött, és a kiválasztásnak fontos szempontja volt nem csak az emberi minőség, nem csak a politikai talentum, hanem az is, hogy kinek milyen végzettsége van, ki mit tett le az asztalra, ki tartozott az ANCM rezsénhez, ki volt kommunista és ki nem. Tehát ez egy más világ volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam. Mind a mai napig a a többség-kisebbség kezelésében, az, hogy hogyan kell a parlamentben politizálni, hogyan kell létrehozni valamit, azt nagyon sokat tanultam meg ott, és a dolgoknak az effektív menedzsment képességét ott kiépítettem, úgy gondolom. Én is úgy gondolom, hogy sokat lehetett nagyon tanulni. Nagyon sokat lehetett tanulni. Nagyon sokat lehetett tanulni. Kínzó volt, mint munkaadó, tehát nem, nem, uh -huh. ma, 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 már ez nem lenne, ma már nem viselik a fiatalok azt a fajta munkamorált, amit ő diktált. De ebben az időben jött az udvarlás időszaka is, nem? Igen, igen, minden egyszerre volt. Ugye mikor ismerted meg? Ekkora 90 években. Én már nem voltam gimnazista, ő még gimnazista volt. Fekete hajú gimnazista volt. Na most akkor térjünk vissza, hogy 27 évesen ugye bekerültél az országgyűlésbe, és, az az egy... a... és októberében. Igen polgármester is lettél. Igen, győzelem, azért... győzelem, hát. Na, 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 nem jelente, volt ez olyan egyszerű. Nem, nem. 27 évesen országügyi képviselő, októberben egy, polgármester, egy, egy 27 polgármester. éves ember számára azt mondja, hogy győztem, nem, hát előttem nem, a világ. Nem volt ilyen egyszerű, ugyanis az volt a helyzet, hogy a, a, egy idő után már úgy éreztem, hogy én mégis ügyvéd szeretnék lenni. Nekem nem volt az a tervem, hogy én 27 évesen professzionális, főállású politikus leszek, hanem az volt a tervem, hogy még a 2002-es választásokat megcsinálom. 98-ban már kampányfőnök voltam Hódmező helyen. 2000-ben volt egy időközi választás szintúgy, és 2002-ben pedig jelölt lettem. Aminek az volt az oka, hogy meghalt az elődöm váratlanul. Váratlanul és hirtelen már az ajánló gyűjtés időszakában. És egy éjszaka kellett eldöntenem azt 2002. február 3-án, hogy mi a további sorsom. Vasárnap éjszaka halt meg a polgármester, és hétfő reggel már nyilatkozatot kellett tenni a Fidesz választmány és a KDNP választmány elnökének, hogy akkor merre van az előre. És miután Izsépi Tamás, Rabcsák Aha. András személy jóbarát, személyes barátja volt, is. és azon az éjszakán, amikor ő meghalt, nyilván a választási kampányban voltunk 98-ban, éle, 2002-ben éles küzdelem volt, akkor a miniszterelnök, a mostani miniszterelnök és az akkori, illetve a Kövér és az Áder kértek javaslatokat, hogy akkor mi legyen a gyorsan kellett dönteni, és a Tamás bedobta a nevemet. Senkit nem ismertek, ugye Nem az Izsépit? A, a, a rapság mellett ismertem. Mell. Rabcsák, rabcsák azt csinálta velem, hogy a 97-es évtől már hordott magával a parlamentbe. Tehát én először megismertem a helyi parlamentet, majd megismertem a nagy parlamentet, és tulajdonképpen ilyen 20 éves gyerekként kinarultam az önkormányzatot, meg kitarultam a parlamentet, úgyhogy nem voltam csak az események nézője, táska voltam szokták mondani rossz indulattal, de erre nagyon büszke vagyok hogy táskavívője lehettem, ez nagyon jó korszaka volt az életemnek. Sokat tudtam dolgozni, és tulajdonképpen Autóval nem Autóval jártatok föl le? Autóval jártunk föl, és akkor kecskemétig volt csak autópálya. És az, az élet kicsit kalandosabb volt, mert jártunk étterembe, kocsmába, sok minden történt. Na, és, és hogy fogadtak téged itt az országos politikusok? Akkor? Nagyon jól. Nagyon jól, a KDMP az egy nagyon összetartó nem fértek közösség. Akkor nem, 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 nagyon szerettek. A KDMP az egy nagyon összetartó közösség. Sokan nem értik a Fideszben a KDMP sikerének a lényegét. A KDMP sikere abban van, hogy egy nagyon erős emberi kötelék van a KDMP-sek között helyben és országosan is. Merem mondani, hogy a KDMP országos politikusai, az idős generációra mindenképpen áll ez, egy szeretett közösséget jelentett akik összekovácsolódtak abban a harcban, ami a KDNP irányításaért folyt, 94 és 98 között, ugye kevesen tudják azt, hogy az, hogy ma a Fidesz ekkora párt, az részben annak a 11 embernek köszönhető, aki kilépett a kdmp ből megalapította az MKDS-t, és belépett a Fidesz frakcióba 1997 őszén, és ezzel a 22 fideszes képviselőből 33 fideszes képviselő lett, így lett Áder János a parlament alelnöke. Az első közös frakcióülést én szerveztem. Uh -huh, uh -huh. Akkor még nagyon messzire voltunk attól, hogy két kétharmados párt legyen a Fidesz vagy a KDNP. Ugye, és azon a frakciülésen senki nem gondolta arra, hogy 98-on meg lesz nyerve a választás. Te is akkor 27 évesen bekerültél az országgyűlésbe. Hogy fogadtak téged a nagyok? Fidesz jól fogadtak. A kdmp ben jól fogadtak. Rubavszky Gyuri, Izsépi Tamás, Harag Péter, Latorcai János, mind a mai napig. Semmilyen Zsolt. Ezek a barátságok akkor köttettek, akkor ismertek meg befogadó volt a közeg, nagyon szerették az Andrást és Rabcsák Andrást, nagy, ezek nagyon szoros emberi kapcsolatok De akkor voltak. a KDNP frakcióba ültél? Nem. 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 mert először is közös frakció volt. A másik pedig az, hogy ott az történt, hogy ugye könnyen ment a választási győzelem, első fordulóban nyertem 2002-ben. Így Így De eljöttem Budapestre az első, meg volt a választás vasárnap, hétfőn délután a Fehérházba kellett jönni. Én marha büszke voltam magamra, hogy megnyertem az első fordulót, volt egy piros Volkswagen póló, amivel jöttem Budapestről, hogy megválasztott képviselő. A fideszes főnökök közül nem nagyon ismertem senkit sem, mindenkivel találkoztam, mert ilyen samesz voltam, vagy ilyen táskahordó, és minden rendezvényen ott pezsegtem, vagy lebzseltem, és ugye csak láttak meg, érzékeltek, de nem volt személyes benyomás, nem volt személyes kontakt. Bár mondjuk az Áder másképp emlékszik erre, tehát ő azt mondja, hogy már akkor felfigyeltem, de most ez mindegy. Lényeg a lényeg, hogy beültem a frakcióülésen 92-ben az első választások utáni frakcióülésen hétfőn délután. A Fehérház első emeletén volt a frakcióülés, a nagy kormánypárti frakcióteremben. Beültem a hátsó sorba. Beült Orbán Viktor. Azt mondta, még érek nem felejtem el, hogy nézzétek, a helyzet az, hogy 40% az esély, hogy megnyerjük a második fordulót, 60% az esély, hogy kormányváltás lesz. Szevasztok, én megyek dolgozni. Jézus Máriám, hova kerültem? Hát én azt hittem, hogy itt minden rendben van. Tehát, hogy így a, a választási eredmény fölfogására, a jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztása után, még, még nem telt el 24 óra, nem volt alkalmam és módom, és ott szembesültem, hogy mi a fenébe csöppentem én tulajdonképpen ott a hátsó zsorba. Én azt gondoltam, hogy kényelmes kormánypárti képviselő életem lesz, és akkor megkezdődött az, ami 2002-ben jött. És az igazság az, hogy ott én nem voltam a Fidesz elitnek a része. Tehát ez, ez ugye én a KDNP-n keresztül jöttem be, alulról... J. J. Igen, alulról kapaszkodtam föl, idézőjelbetéve. Engem nem ők választottak ki, hanem én alulról küzdöttem föl magam. Elég sikeresen. Igen, mert később kialakult egy nagyon szoros munkakapcsolat, talán mondhatom sokkal barátság, de sokkal később volt már a sikeresnek nevezhető, vagy jól, jól, összerakott polgármesteri munkám eredményeképpen. 2002 őszén az történt Hódmezővásárhelyen, hogy nekem volt egy dilemmám, hogy most elinduljak polgármesternek, vagy ne induljak. De akkor ugye tombolt a megyesi kormány, több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. 2002-ben felszántották az országot, nem elfelejtendő. És az volt a helyi öregeknek a tanácsa, hogy nincs miről beszélni, 27-es János parlamenti képviselő, ez előnt jelentett a választásokat. És az történt, hogy együtt indult a hazafias népfront, teljes baloldali összefogás, egy jó nevű nőgyógyász lett a polgármester jelöltjük, nem volt rossz arc, és mi pedig a jobb oldalon nem tudtuk megegyezni. Külön indult a MIEP, külön indult az MDF, külön indultak a helyi civilek, meg Fidesz, mi KDNP. Tehát a jobb oldalon volt három polgármester jelölt, a baloldalon volt egy. És megnyertem a választást, de a képviselőtestületben 50-50 lett az eredmény. Nem volt meg a többségem. Úgy mentem be az első képviselőtestületi ülésre polgármesterként, hogy nem volt meg a többségem, egy szavazatom múlott, hogy alpolgármestert tudjak választani. De megcsináltam, itt most nem részletezett e, e, taktikával és politikai kavarással, mert mégiscsak kisvárosról beszélünk, mindenhol mindenki ismer mindenkit. Volt egy ember, aki segített becsületből egyébként, és ezt mind a mai napig soka, sokra becsülöm neki. Titkos szavazás volt, nem árulhatom el, hogy ki volt az, mert megölnék most a hódmezővásárhelyen. Hallgatja. H hogy, 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 ha én akkor ott megbukok, akkor most nem ülök itt. Tehát azon a napon dölt el minden tulajdonképpen, mert meg akartak már ott az első ülésen buktatni, miután nem sikerült, akkor utána... De most a polgármesteri időszakodra minden vagy a legbüszkébb? Ó, ez egy nagyon Igen, tíz éves, Tehát hogyha erre visszatekintesz, egyébként nagyon sikeres polgármester voltál, többször ott voltam képviselőtestületi üléseden, látom azt, hogy abszolút uraltad a helyzetet, megcsináltad a holokauszt emlékközpontot, Sok mindent, rengeteg igen. dolgot akkor a vörös terror áldozataira emlékeztél, stb, stb. stb. Mire vagy mégis a legbüszkébb a tíz évre, nyomot hagytál a városban? Igen, most szakszerűen pusztítják azt el, tehát nagy hozzáértéssel végzik a rombolást is, mert ahhoz is kell tudás. Majd újraépíted. Igen, van ilyen terv. A, én azt gondolom, hogy talán arra, hogy azt kérdezte meg tőlem, Orbán Viktor, 2000 kettő-három körül, hogy az nagyon jó, hogy engem megválasztottak 27 évesen polgármesterek, de arra a tudok-e válaszolni, hogy 10 év múlva vagy 20 év múlva milyen város lesz hódmezővásárhely. Tehát, hogy van-e tervem arra, hogy egy közepes kisvárosból ez egy nagyobb város legyen? Hogy lesz ez egy nagyobb város? Hogy lesz ez egy erősebb város? Hogy lesz ez egy jobb város? Tehát ne azzal foglalkozzak, hogy most a cipőmórát nézem, és a holnapot akarjam megnyerni, hanem a jövőt akarja megnyerni. Ez tipikus Orbáni gondolkodás. És akkor ez nem volt olyan könnyű, mert hát ellenzékben voltam én, 8 évig polgármester, nem, két évig voltam csak kormánypárti polgármester. Szerencsére jók voltak a tőkepiaci viszonyok, tudtam pénzt szerezni. Egyébként egy idő után a kormányon is kialakult egy normális kapcsolat, mikor már nem tudtak elpusztítani, mert az első időszakban egyszerre ült a NAV, a rendőrség, meg az állami számvevőszék a folyosómon. Tehát ott nem ültek rossz. sorba. Tehát jó csapat. Ők beszélnek demokráciáról, de aki emlékszik a 2002-2003-2004-es évekre, még messze a 2006-os veretés és szemkülövetés előtt, azért, hogy hogyan bántak az akkor fideszes ellenzéki polgármesterekkel, arról azért könyvet lehetne írni, de aztán 2006 után egy kicsit ez megváltozott. És én arra, leginkább arra vagyok büszke, hogy egy átalakulási folyamat indult meg, amiben a város szerintem nagyon sokat erősödött, volt egy modernizáció, volt egy életminőségjavító program, volt egy infrastruktúrás fejlesztés, én abban hittem, hogy a várost fejleszteni kell. Mindig azt mondják, hogy túl gyors tempódik. A kórház is kerül. állapotba került. Igen, mindent. Az volt a cél, hogy akár hitelből, akár Európai Uniós támogatásból, akár helyi adóbevételből, de egy nagyon erős és valóban erőltetett fejlesztési programot kell végrehajtani. Ez van, akinek túl sok volt, vagy túl gyors volt, és akik kritizálnak, azok azzal kritizálnak, lehet, hogy nem alap nélkül, hogy ez túl gyors volt, vagy túl sok volt, és a lakosság ezt nem tudta adott esetben követni, mert túl nagy voltak, vagy túl ambiciózusak voltak a tervek. 15 évet dolgoztam azon, hogy villamos kösse össze Szegedet és Hódmezővásárhelyet, azért, mert az volt a terv, és most is azt gondolom, hogy a Szeged vásárhely, Szabadka és a körülötte lévő kisvárosok az egy agglomeráció. Tehát egy 130 ezres Szegedből kell csinálni egy 250 ezres agglomerációt hódmezővásárhelyjel, a környékbeli kis településekkel, és még akár vajdaságba átnyúlva. És más, más meg azt mondta, hogy jobb lenne, hogyha kitakarítatnám a csatornát. Én úgy emlékszem, hogy a hódmezőse fölkerült akkor a térképre. Igen, volt egy, de ezt már a rapcsák elkezdte, 90 után ez nagyon intenzív volt. Azt mondanám neked, hogy hódmezővásárhely az a város, aki a 90-es fölszabadulással, vagy új rendszer adta lehetőségekkel tudott élni. Voltak városok, akik veszítettek, és vesztesként élték meg a rendszerváltást. Hodmezővásárra nyertesként és Abszolút. győztesként élte meg. Szeged vesztesként élte Igen, meg. Igen, mentálisan. mentálisan nyertesként meg, meg nyertesként élte Ez meg. így van. És Egyébként kialakult egy, visszaállt az, hogy van egy független, sokszor ellenzéki, sokszor, sokszor protest gondolkodása a városnak, amire én a mostani választási világban is büszke vagyok. Tehát ez nem szégyelni való, hogy vannak független gondolkodású emberek egy városban. Jobban szeretem azt, hogyha polgárváros független gondolkodású, önálló gondolkodású emberekkel, ahol van vélemény és van vita, csak ma ezek már ott nem moderáltak, hanem gyűlöletbe és polgárháborúba csapottát. Most beszéljünk arról, hogy te egyéni, minden egyéni választóket, országos egyéni Igen. választóket megnyerted. Tehát tulajdonképpen 2002 óta Igen. folyamatosan országos hogy lehet sikeresnek lenni, mit kell tenni, hogyha valaki országsi képviselő jelölt, hogy ez mindig sikerüljön, neked ez mindig sikerült. Hogy érted ezt el? A kell hozzá egy jó körzet például. Tehát nem nem árt, hogyha a körzetnek jó a politikai, meg demográfia, összetétele, tehát nem árt, hogyha konzervatív és fidezes azok vannak benne. Igen, az... de az emberek szavaznak, és kell velük a kapcsolatot tartani. Így van. És hogy látom a Facebookon, te nagyon sokat vagy együtt a polgárokkal. Sajnos nem annyit, amit én szeretnék mert én nekem az a meggyőződésem, hogy te jól ismered az amerikai demokráciát és az amerikai politikai rendszert, sokat okítottál bennünket az európairól és az amerikairól, még kormányülésen is, és én azt nagyon sokra becsülöm, hogy van egy száztagú szenátus az amerikai Egyesült Államokban, és valaki mondjuk 50 éven keresztül szenátor, és egyéniben mindig megválasztják. Nem listáról jut be a szenátusba, mert nincs pártlista, hanem egyénibe választják meg, vagy Angliába, ahol szintén nincsenek pártisták, egyéniben kell az az beülni a parlamentbe, és még 50 éven keresztül számolják ki, hogy ez hány választás, valaki egy választókerületet képvisel. Azt én egy nagyon komoly politikai teljesítménynek gondolom. Persze a világ most átalakulóban van, és a személyes teljesítmény nem mindig számít, a párt hovatartozás kicsit fölülírja ezt, vagy, vagy átalakítja. Ma, ha megnézed a pártlistás eredmények és az egyéni, leadott szavazatok között nincs olyan óriási különbség, mint korábban volt. Ez szűkült, ez az óló, de lesz ez még másképp. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ezt a munkát szeretni kell. Akinek tehertétel az, hogy emberekkel találkozzon, emberekkel beszéljen, aki elzárja magát az emberektől, nincs ott a választókerületében. Engem, és ez az ügyvédi szakmából jön, hogyha megengeded, és ezt te érteni fogod. Ha, ha egy ügyvédet nem érdekli az ügyfél, mert igen, rossz. Igen. A Tehát, hogyha az... este ülök az irodába, és a 12. ember jön be, aki a 12. kis problémával keres meg, ha a 12. este 11-kor megérzi, hogy nem érdekel az ügye, akkor az nem jó ügyvéd. Minden ügy élet-halál ügye. És annak az embernek, aki eljön hozzám, és egy sokak számára banális, vagy akár nevetséges, vagy akár, akár kis jelentőségi ügyjel megkeres, annak az embernek az, a, az életében az egy nagyon fontos ügy. És szerintem egy képviselőnek kvázi ügyvédnek kell lenni a mai világban. Tehát egy egyéni képviselőnek kiáró ügyvédnek, kiáró embernek kell lenni, aki mindenkinek a személyes panaszát, személyes ügyét lelkiismereti alapon nagyon komolyan veszi. Teljesen mindegy, hogy az ember kire adta a voksát. Engem nagyon sokan keresnek meg olyanok, akik nem rám szavaztak, mert azt az egyet biztos tudják rólam, hogy komolyan veszem, amit mondanak, lelkiismertesen utána járok. Én szerintem annyi levelet, mint én, országgyűlési képviselőként, még ma is írogatok leveleket miniszterként a választói érdekében, kevés ember írt, mert én hiszek a levelezésben, teljesen ódivatú vagyok ilyen szempontból. Tehát én azt hiszem, hogy az embernek a választói érdekében kell hivatalokhoz, hatóságokhoz, ügyekhez fordulni, képviselni. Van, aki az egészségügyi problémájával keres meg, van, aki, van akinek persze nincsen pénze, mert a szociális van. Vannak, akik tehát minden ember a maga ügyében jár el. Magyarország sajnos olyan ország maradt, ahol nagyon erős a bürokrácia, és az emberekben van egy megalapozott vagy megalapozatlan hit azzal kapcsolatban, hogy ha nem kapnak valakitől segítséget, nem tudják elintézni az ügyüket. És azért valljuk be sajnos néha ennek van jelentősége. Persze. Segíteni kell. Bizonyos Ez embereknek segíteni kell, mert nem veszik őket komolyan, nem járnak utána, elfoglaltak az ügyintézők. Tehát én azt gondolom, hogy a segítség, amit egy ember adhat, vagy az ügyképviselet, amiért harcolni lehet, nagyon érdekes és nagyon izgalmas kötetre való ügyekért harcoltam a 2002 és 2010 közötti időszakban ellenzéki képviselőként, és akkor is lehet eredményeket terelni. Ez lelkiismert kérdése. Nem mindenki alkalmas erre, mert van, aki politikusnak való, alkategóriás nagypolitikusnak, akinek nem az a erőssége, hogy emberekkel beszélget, már olyan értem, hogy emberek kis ügyeit intézi, hanem van arról elképzelése, hogy 20 év múlva mi lesz Magyarország. Hatkezem, mert a polgármesternek a súlya lecsökkente azáltal, hogy nem lehetnek országgyűlési képviselők? Mert tulajdonképpen ahány ország, annyi fajta szabályozás van ebbe. És a kíváncsiságból kérdezem, mert te voltál ugye polgármester, országgyűlési képviselő. Hogyha valaki mind a kettőt látja, akkor Igen. a súlya hogy a néz fair, ki? A fair az lett volna szerintem hogyha második kamara is lett volna. Ezt akartam megkérdezni, hogy nem lettett volna egy másik kamaráról. Ezen volt egy vita az alaptörvény, de. Jól tudod, hogy nem véletlen kérdezed, hiszen ott voltál. Volt egy vita a második kamaráról. Pont ezért. Mert a központi hatalom szempontjából, tehát hogy világosan beszéljünk, inkább oda mennék vissza, hogy Magyarországnak a versenyképességet növelni kellett. A versenyképesség növelésének nagyon fontos föltétele volt a központi hatalom megerősítése. Nekünk ez volt a víziónk. Erős központi hatalom versenyképesebb ország. Ezért a központi hatalom megerősítésével nem fért össze az, hogyha lokális érdekek parlamenti képviselőken keresztül polgármester képében bejöttek. A második kamarában vannak. De ha van második kamara, akkor ez fair. Most a polgármester kollégáim, azok úgy érzik, hogy ők hátrányba kerültek az érdekérvényesítésben. Nem tudom, hogy ez a rendszer 10 év múlva vagy 20 év múlva tartható -e ebben a formában, vagy pedig, miután az önkormányzatiság genetikusan nagyon erős a magyarokban. Tehát van igény rá, népszerűek a polgármesterek, népszerűek az önkormányzatok. Ha megkérdezed az önkormányzat a községház és a városház iránt nagyobb a bizalom, mint a parlament iránt. Hát a szubszédetes elve alapján. De ez a benne polgára. van a magyar emberben. Ez így van. Ez egy sikerágazat volt 32 éven keresztül, szerintem most is sikeres. Ők úgy értik, hogy amit mi csináltunk a alkotmányos reformot, az veszteség nekik. Uh -huh, uh -huh. De az a kérdés, hogy ezen lehet-e valamit korrigálni. Te jól tudod, mert te státuszkonzervatív vagy az alaptörvényt illetően, hogy nem szívesen nyúlunk hozzá a rendszerhez. De én nem zárom ki, hogy 10 év, év múlva, vagy 20 év múlva, a 30-as, 40-es években ezt megfontolni kell, hogy egy második kamarára ilyen szempontból szükség van. Egyetértek ebben teljes mértékben. És elhagytad vásárt kéte, tizen kettőben a miniszterelnök elment érted a képviselőtestület ülésre, és Tudom. engedélyt kért a képviselőtestülettől, te Budapestre mennyire országos politikusnak. Volt na, ilyen. Na, ez így volt. De azóta, amikor eljöttél, másár ez ez helyen, mint szegény, hogyha igen. A Almás István halálát követően, a Fidesz kevésbé találna magára. Mi ennek az oka Neh Nehéz kérdés ez, nehéz Tudom. kérdés. És több részből áll a kérdés. Ugye <coughs> először is az, hogy nekem az országos politikával kell majd foglalkoznom, az 2006-ban kezdődött. Ha megengeded azt a kitérőt, megtenném, csak azért, hogy számos hiányosságom és hiátusom mellett legalább a tapasztalatlanság vágya, ne érhessen. 2006-ban, amikor megalakult a Fidesz frakció, és akkor egy nagyon nehéz szituáció volt. 2006-ban elveszítette a Fidesz a választást, gyorsan megvett bennünket, de ez már egyszer megtörtént, ne felejtsük el, és akkor Tibor megkeresett, mint új frakcióvezető, hogy lennék-e a rendészeti és honvédelmi bizottság elnöke. Fogalmam sem volt a dossziéről. Azt mondta, hogy segítsek, muszáj beállni a csatasorba. Vert helyzetben, mondtam. Becsületbeli kérdés. Az, az a nyugtatott mindenki, hogy nyugodjak meg, ezen a területen minden rendben van. Rendőrök, katonák, semmi nem fog történni. 2006. augusztus 20-án meghalt három ember a tűzi játékban. Azzal kezdődött, több száz ember megsebesült. 2006. augusztus 20. 2006. Augus, 2006 szeptember. Gyurcsánybeszéd, 2006. -t. október 23, majd a rákövetkezendő évtől a cigánygyilkosságok sorozatban. És a teljes, egy, teljes rend, a, a rend, mint téma, az egyik legfontosabb téma lett a közbeszédben és a politikában, pro és kontra. És akkor nekem kialakult egy munkaviszonyom a Fidesz elnökségével, akkor meghívtak rendszeresen a Fidesz elnökség üléseire már, mint bizottsági elnököt, Áder, Kövér, illetve hát nyilván a miniszterelnök, Tibor, mint frakcióvezető, és az, hogy nekem kormányzati munkát kell majd vállalnom, az 2008-9-ben már egyre világosabb lett. Mondtam a miniszterelnöknek, hogy úgy próbáljuk ezt megoldani, hogy a városomhoz ragaszkodom, az életteremhez jó értelemben ragaszkodom, és hogyha nem muszáj, akkor ezt a pestilétet passzolnám. Mondta, hogy ez nehéz lesz, de először frakcióvezetés volt a feladat, ami nem volt könnyű, mert a legnagyobb a magyar parlamentben. 2010-12, alaptörvény és iszonyatos mennyiségű. Jogalkotási munka, ugye ezt úgy, apropos, úgy írja le, vagy úgy nevezik, apostrofálja a jogtörténet, mint a frakciókormányzásnak az időszakát, ahol azért ez a magyar parlament történet legnagyobb parlamenti többségét, 261 néhány embert kellett menedzselni. Nagy feladat volt. És 12-ben azt mondta a miniszterelnök, akkor a Fidesz nem állt jól, teszem hozzá. Rosszabbak voltak 12-ben a számok, mint most akkor azt mondta a miniszternek, hogy be kell mennem a kormányba, hogy segítsem az ön munkáját. Mondtam, hogy jó, de akkor el kell várni ezt a hódmezővásárhelyi szállat, mert az egy becstelen dolog volt, idézőjelbe téve, hogy én 10-ben indultam polgármesternek, és 12-ben meg kicsekkolok. Az nem fair. És hűtlennek tartottak téged Igen. Igen, igen. Még mind a mai napig vannak, akik azt mondják, hogy hiba volt. Uh -huh. Tehát ezt, és, és nekem is volt lelkismert fordulásom, hogy jó döntést hozok el. Hát én bízom azért, hogy valami helyre fogott állni, maradjunk. most többet vagy Makón? Nem, hódmezővásárral élek, nem, 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 nem. Utána bejött, ugye 14 ben Makónak is lettem a képviselője, az, az nagyobb lett a választók között, most ugye 100 ezer ember és 80 ezer választó, nem könnyű a helyzet. Ugye én elkezdtem kormányzati ügyekkel foglalkozni, és mint ismersz, hogyha valamit csinálok, akkor azt teljes gőzzel csinálom. Tehát nyilván a választókerületem és a városom kevésbé tudott velem számolni. Az alpolgármester 14-ben polgármester lett, és 2017 novemberében meghalt. Almás István. Így van. Nagyon köztiszteletben álló, szerethető, nagyon tisztességes, talpig ember volt, aki még akarta folytatni. Tehát 17-ben volt a miniszterelnökkel egy megbeszélés, ő kettőjük között, és azt mondta a miniszterelnök, hogy 70 körül jár, de semmi akadály, hogy folytassa 18-ban a polgármesteri munkát. És tulajdonképpen pár hét leforgása alatt meghalt, ami egy tragédia volt, és belecsúsztunk abba, hogy a 2018-as parlamenti választásoknak az első fordulóját az ellenzék hódmezővásárhelyre tűzte ki. Teljes ellenzéki összefogással, és a Fidesz talán engem nem beleértve, mert én jeleztem, hogy itt problémák lehetnek, a, de a Fidesz helyi szavazói úgy érezték, hogy itt nincs tétje a választásnak. és uh -huh. nem minden. minden. Igen, nem mentek el, jóval kevesebben mentek el, mint aztán a parlamenti választáson néhány hónappal később. És ugye kialakult egy helyzet, amit talán azzal magyaráznék, hogy 28 évig voltunk ugye kormányon a helyben, ugye? ami elég sok idő. És ezek után nyilvánvaló, hogy az emberek adott esetben valami mást akartak, újat akartak, ami ráadásul hihetőnek tűnt, hogy egy harmadik út, vagy egy civil út, és sok választó emellett tette le a voksát. Azon dolgozunk, hogy visszanyerjük a bizalmat. Ebben nagyon sok munka van. Aztán erre rájött az országos politika, hogy az ellenzék a mi polgármesterünkben találta meg a messiást 2022-ben. Szerencsére ez nekünk kétharmadot jelentett a Fidesznek. Ugye mi hódmezővásárhelyek mindig hozzájárulunk a kétharmadhoz. Ez így vagy van, Vagy, vagy úgy. vagy, hogy én igyekszem a miniszteri munkámmal hozzájárulni ez, vagy úgy, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester kisegíti a Fideszt, és úgy szerepel, hogy kétharmada lesz a Fidesznek. Tehát Igen. a hódmezővásárhelyek kiadhatatlanok a Fidesz De kétharmadából az utóbbi évtizedben. Most akkor beszéljünk a 2014-18 köti időszakról, mert akkor minisztereség vezető miniszter voltál, így, és így. Így. együtt ültünk egy kormányülésen, és azt láttam, hogy te miniszterelnök mellett, ugye, kvázi a legfontosabb miniszter vagy, aki a felkészítő anyagokat készíted, ugye a miniszterelnököt felkészíted a miniszter, tehát a kormányülésre, és a minisztereket is ugye különböző módon, ugye hát szabad így kontrollat tartod, itt most idézőjelbe teszem, különböző kabineteket hoztatok létre, stratégiai kabinet, és stb. stb. Az egy nagyon meghatározó időszak volt életedben szerintem, mert ott a kormányzásnak ugye abszolút a kulcspozíciójába kerültél. Hogy élted ezt meg? Hát azt hogy, a, azt, hogy mindig, ugye először is azt kell tudni, hogy a magyar kormányzati struktúra, mert csak egy egyetemen vagyunk, és ez egy erős jogi karra rendelkező egyetemen, ahol a kormányzás tan és az alkotmánytan az egy fontos műfaj. Ugye Magyarországon miniszterelnöki kormányzás van. Kancellária Így van. Ami azt jelenti praktikusan, hogy a miniszterelnök a legerősebb közjogi pozíció Magyarországon, ezt Anta József alakította így ki, a konstruktív bizalmatlansági intézmény alkotmányos intézményével került föl a... Íre a pont. És ez azt is jelenti, hogy egy német mintájú kancellária miniszteri rendszert alakított ki Stumpf István 98 után, amit aztán 2002 után a vörösök is megtartottak 2010-ig, és 10 óta is mindig van egy kancellária miniszter, akinek a kormányzati koordináció és a miniszterelnök munkájának a segítése a két legfontosabb feladatát. Részben koordinálni kell a kormányt, részben segíteni kell a miniszterelnököt. És ez akkor egy nagyon erős mandátumot jelentett, mert az ő kérése az volt, hogy az operatív kormányzást vigyem annak érdekében, hogy a nemzetközi csatákban és a stratégiai kérdésekben őnek itt több helye, lehetősége, mozgástere legyen. Tehát a napi kormányzás ügyei ne kössék meg a kezét vagy a mozgásterét. Általában minden miniszterelnök ezt szokta kérni a kancellária minisztertől. Ez a, az nagyjából így volt 2000, 1990 óta. Tehát, hogy a, a stratégia, a vízió, a koncepció, és ugye hát akkor tettük rendbe az országot. Tehát 12-ben indult el, 11-12-ben egy nagy konszolidáció, Matolcsi György vezetésével, aminek a gazdasági gyümölcsei 14-15-re értek be, és 14 és 18 köt kellett eldönteni, hogy a pénzt mibe költjük, hova nem mennek a források, és milyen ország lesz Magyarország. És ezután a 18 után egy nagyon sikeres két-három évet jelentett, aminek az alapjai 12 és 18 között kerültek lerakásra valójában. És ugye 14 és 18 között be kellett üzemelni az új, az teljesen új alaptörvényes alkotmányos rendszert, ami meg a te dolgod volt. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Én minden kormányülést arra használtam föl, hogy amellett, hogy kezdtem fölkészülni, ami nem esett nevezemre, mert szerettem ezt a fajta munkát, ott ülhettem a miniszterelnök mellett, és ez nagy iskola volt. Legalább olyan, mint amikor a polgármester mellett ül az ember. Tehát az, az nem lehet meg, ez, ez, tapasztalati műfaj. A politikát nem lehet megtanulni tankönyvekből. Irigylem azokat a fiatalokat, akik úgy gondolják, hogy az egyetem elvégzése után már alkalmasak politikusnak, mert ez egy tapasztalati műfaj, és a csatákat, a küzdelmet, a szenvedést, azt nem lehet megspórolni. Ezt végig kell csinálni. És itt vannak ilyen értelemben tanítomesterek. Hajtani kellett a kormánytagokat? Persze. Amit nem szerettek, mert minden kormánytag, az Orbán kormányban minden kormánytag szuverén valójában, minden bullshit, amit az ellenzéki média ír ezzel kapcsolatban, az ez hülyeség. Orbán Viktor szuverén emberekkel veszi magát körbe, te is nagyon szuverén ember voltál a kormányban, és balogzol, is, és sorolhatnám a többieket. És, és szuverén emberek rosszul veszik azt, hogy valaki, illetve, hát, bocsánat a hölgyektől, baszoktatásnak veszik azt, hogyha én megyek és, és korbács csattogtatva számon kérem, hogy akkor most miért nem megy a kormányzás, stb., miért nem megy ez, vagy miért nem megy ez, vagy ez, miért, miért, miért erre megy, miért, miért erre megy, a számokat is jobban tudod, mint a előadó miniszter. Nézd, a helyzet az volt, hogy nekem az volt a dolgom, hogy minden kormányülésre én magam a teljes anyagból fölkészüljek. Nekem volt egy 20 fős csapatom, akik előolvastak, csináltak nekem összefoglalókat, és utána még én is elolvastam az anyagokat. Tehát én úgy mentem be a kormányülésre, hogy a nagyjából, ami aznap volt, minden miniszter dossziéját muszáj volt ismernem. Ahhoz, hogy én tanácsot tudjak adni a miniszterelnöknek, vagy képbe hozzam a tekintetben, hogy a számára készített összefoglalókon túl milyen politikai kockázatok, vagy milyen nehézségek vannak. Én viszonylag gyorsan olvasok, viszonylag szeretek is olvasni, és és ez aztán nem okozott problémát, meg érdekelt az egész, ami történik. És mire volt mondjuk a legnagyobb eredménye 2014-18 között? Ezt még nem mondom el, mert ez még túl, <laughs> ez ez még túl korán, korán van. Én szerintem a nézd, összességében az ország szempontjából az, hogy az országnak volt 2022-ig, a háború kitöréséig, még a pandémiát is beleszámítva, tíz nagyon erős jó évek gazdaságilag, azt alapvetően az a csapat indította el, aki az ország irányításában és kormányzásában tízes évek elején részt vett. én mert a csapatban benne lehettem, és a szekeret tolhattam vagy húzhattam, arra, arra a személy szerint büszke vagyok. És ez, és ez a munka tucatnyi ember munkája a miniszterelnök vezetésével, ez egy csapat munka volt, ennek a csapatnak a munkája az ország számára egy jó tíz évet adott. Az, hogy kitört a háború, bejött a pandémia, és a vége nagyon nehézé vált, és most egy teljesen új korszakban vagyunk, ahol még nekünk is keresnünk kell a választ arra, hogy mi is fog történni a világgal, és ebben Magyarországnak mi a helye, a pozíciója az már egy másik. De 2018 jelent. tavaszától elkezdted mondani, hogy te vissza akarsz 17 fordulni. szeptemberben mondtam az indexben. lehetőleg korábban, emlékszem rá, és megjelentek ezek a sajtók. külön de, mondtam négy De visszamegyek a, patriarkámba, patriárkámba, stb. stb. Így. Mondtam ilyen. Miért tetted őszintén? Hát ezt most nem terveztem, hogy itt fogok coming out -olni. hát nem úgy értem, de... csak, hát nem is úgy, de mégis csak azért mindenki kíváncsi arra, hogy egy sikeres nem miniszter, volt sikeres miniszter, is, nem azt mondja, hogy akkor most hazamegyek. Hát nézd, sok volt nekem is, és én is sok voltam másoknak. Ja, Magam hát ez az... a bölcs válasz volt, ez így van. És, de hogy érted meg a otthonlétet? Az igazság az, hogy nagyon jól. Mindenki azt gondolja, hogy Mindenki azzal szokott szórakozni, hogy én biztos hogy egy hatalomittas és hatalommániás ember vagyok, ezzel szoktak szórakozni. Én kis dolgokkal is nagyon jól el vagyok. Tehát... Néha vissza kell vonulni egyébként ezzel, egyetértek, az embernek jót tesz a gondolkodásának, egy kicsit most háttérbe kerül, átgondolja az életét. Így van. Azt gondolom, ez szükséges néha. Én azt gondolom, hogy hogy a nehéz, tehát nem csak, nem csak hegymenet van, hanem lejtmenet is van. Tehát ezt tudni kell, hogy nem csak fölfelemegy a szekér, hanem lefelé is szokott menni. Egyszer kerék, egyszer talp. Aki ezt nem tudja, akinek az én pályafutásom tulajdonképpen 2018-ig töretlenül haladt előre. Egy nagyon, nagyon világos irányba. És nekem volt affinitásom az iránt, sok öreg barátom van mind a mai napig. 89-es emberek. És nekem nagyon sok öreg barátom felhívta a figyelmemet, hogy Gondolja meg a tempót, az irányt, gondolkozzak egy kicsit azon, hogy merre. A feleséged is mondta? Igen, határozottan. Uh -huh. Érezte rajtam, hogy ez sok. Ugye nem költöztünk Budapestre, tudatos döntés eredményeképpen. 14-ben otthon maradtunk. Akkor még a gyerekek kisebbek voltak. Nyilvánvaló, hogy nagy volt a, a nyomás, a teher az emberen. Erről nem szoktunk beszélni, mert ez nem vagyok egy panaszkodós típus, de nyilvánvaló, hogy ennek lelki és fizikai állóképességi föltétele van a politikának, Te ezt jól tudod. Hogy a kormányzás egy miniszteri munka, egy központi miniszteri munka még inkább, de egy átlag miniszteri munka is, komoly fizikai és szellemi és lelki állóképességet igényel. Ez, ez, ez kikesztheti az embert, illetve észnél kell lenni, hogy hol vannak a teljesítőképességének a határai. Meg én azt is gondolom, hogy kell néha világot látni, felszívni az embernek magát, gondolkodni, olvasni, olvasni, olvasni és kicsit... Sok politikus csinált ezt, hogy visszavonult, és... Igen, talán, de, visszavonult. de azt se tagadom, hogy volt, ami nem tetszett, tehát most nem szeretnék benne beszélni, volt, amivel nem, volt, amivel nem értettünk egyet többekkel, Igen. és ez így korrekt szerintem, hogyha az embernek van föntartása, akkor ne legyen opportunista, hanem ragaszkodjon az elveihez. Semmiféle sértődés nem volt bennem, nagyon jól éreztem magam, de 18 őszén már megkérdeztem a miniszternek, hogy akkor mégis mit csinálnék, és akkor lett egy effektív munkám, mert ménes gazda lettem, ahogy szokták írogatni rólam a engem nagyon szerető baloldali újságírók, és elmentem Mezőhegyesre, és akkor egy tízezer hektáros gazdaságnak lettem a menedzsere tulajdonképpen. Kicsit ügyvédkedtél. Igen, abszolút, és egy nagyon jól. jó volt lenti, idézőjebben lenti és kisebb dolgokkal foglalkozni, ami akkor kiderült, hogy ez egy még, mégis Gesztet is elkezdett csinálni igen, akkor. Elkezdtem, elkezdtem, azzal is foglalkozni. Na, jó. Nagyon jó. De aztán mégiscsak a 2022, azért csak megjött az idő, hogy akkor visszagyere. Ez hogy történt? Nem volt ilyen terv, mert Bonyolult volt ez. Amikor bejött a Covid, akkor nyilvánvaló látszott az, hogy hogy néha meghívták beszélgetni azokat a korábbi e, minisztereket. mondjuk így, akiknek mondjuk e, válságkezelésben... Stumpf, Navracsics, te... Igen, igen, akkor a miniszterelnök megkérdezett időnként bennünket különböző formátumokba. Ugye, és most senkit nem szeretnék, miután közvetítve is van a dolog, és még sajtónyilvánosságot is kaphat, semmiféleképpen nem szeretnék senkit sem megsérteni de azt tudom mondani, hogy különféle politikai karakterek vannak. Van olyan politikai karakter, aki nagyon jól működik, nagyon jól funkcionál, amikor a dolgok jól mennek. És vannak olyan politikai karakterek, akik nehezebb időszakban, válságban, gazdasági, politikai, társadalmi válságban hely tudnak állni, vagy képesek erre. Ez egy nehezebb műfaj. Most ilyen időszak van. Igen. Tehát 2022-ben nem, akár, nem, nem véletlenül lett ilyen a kormány. Mert nyilvánvaló pénzből kormányozni, sok pénzzel országot vezetni, az, az teljesen más műfaj. És, és hát a miniszterelnök elmondta nyilvánosan is, meg elmondta befelé is, hogy nyilván neki most olyan embereket kellett összetrombitálnia, összeraknia a kormányába, akiknek ilyen szempontból van állóképességük, ütésállóak, vagy van poli nagyobb politikai tapasztalatuk van, már hogy mondjam azért 20-30 évet végcsálltak a politikába rutinosabbak egy kicsit, értik, hogy hol vannak a, az országnak a mozgatórugói, hogy kell változtatni, illetve bajban nem ijednek meg. Az nem olyan volt. fontos képesség, amikor baj van, én még csináltam, amikor a keleti pályaudvarnál tombolt 5000 migráns, is ki kellett őket vinni az osztrák határa, és most sok mindent tudnék mondani, a kerítésépítés még házon belül is megosztó téma volt 2015. szeptemberében is, akkor azt is meg kellett csinálni. Tehát én szeretek nehéz dolgokkal foglalkozni, és nem szoktam megijedni az árnyékomtól. Talán ez azt gondolom, hogy a miniszterelnök számára mindig egy motiváció volt. De most két olyan területet kaptál, amelynek az eredményei Nem azok együtt, lehet, hogy csak később fognak beérni. Vagy sokkal később, vagy soha. Meg gondolj bele, most induljunk el mondjuk az elsőnél a közlekedésre. Rengeteg. Hát mondjuk legyünk űszinték, Magyarországon a CIA szerint van 8.057 kilométer vasút. Igen. A fikipédia szerint 7893 km, ebből 1335 km kétvágányú, 3060 km villamosított. Igen. Milyen állapotban vannak ezek a sinek? állapot, minden Mert rossz állapot. Szegedre minden. jártam egyetemistaként, Igen. ne haragudj János, volt egy büfékocsi, ahol begettem reggel a Hemendexet, este egy cigánypecsenyét, és ugyanannyit időt értem le Szegedre, nem, gyorsabban. vagy gyorsabban, mint ma. Nem most hozzá kell. Osztrák-magyar hogy... monarchia alatt gyorsabban jártak a vonatok, Igen. mint ma. De a fiatal koromban úgy emlékszem, hogy az vonat az egy valamit jelentett. De most, Uzen, ez, ez most igaz. hogy állunk akkor ezek a sinekkel? Van-e pénz egyáltalán? Hogy lesz ebből TGV? <gül> <gül> Monsieur le ministre. Szóval a helyzet az, hogy vagyunk néhányan a Fideszben. Utána az építés, is csak most a közlekedés. Helyben, szóval, szóval vagyunk néhányan a Fideszben, és helyben is vannak néhány, van néhány ilyen ember akik nincsenek abban a helyzetben, hogyha kérnek tőlük valamit, vagy mondanak nekik valamit, mondjuk segítséget kérnek tőlük, akkor nemet mondjanak. Az én miniszteri portfólióm kialakítása néhány percet szokott igénybe venni, mert ha a miniszterelnök azt mondja, hogy itt van valami probléma, és menjem oda, nézzél szét, akkor én ezt általában el szoktam vállalni. Én nagyon szívesen dolgozom az ő keze alá. És ez nem csak, hogy megtisztelő, szerintem ez nagyon korrekt és jó munkakapcsolat, és neki mondta, hogy van két problémája. Az első probléma volt az egész beruházáspolitika, a második probléma volt a közlekedésügy, maga a közlekedés. Ami már akkor látszott, hogy 2022-ben, hogy itt nincs minden rendben. Hát nézd, 40 éve ebből a struktúrából csak kifelé veszik a pénzt. Ide 40 éve befelé kéne rakni a pénzt, és kifelé veszik a pénzt. Tehát ez 40 éve egy forráshiányos ágazat, miközben 4,5 millió ember ingázik Magyarországon naponta. Tehát itt kell tíz évig visszarakni pénzt, nem ad sebészet, két dologba, a sint kell építeni és felújítani, és járműveket kell vásárolni. Nem adsebészetről beszélünk. Gondolom, csinálsz összes túl táblázatokat arra, hogy más országban, hasonló Best. országban, körülbelül mennyit költenek Ausztrián. mondjuk Igen. Sokkal közlekedésre. Több. Sokkal több, nagyságrendekkel. Tehát itt na nagyságrendekkel többet költenek mondjuk Ausztriában, ahol hasonló mennyiségű vasúti pálya van mondjuk, és hasonló mennyiségű embert mozgatnak, volumenében is nagyságrendekkel több pénzről van szó. Szóval egyébként Magyarországon se kevés, mert 800 milliárd forintot költünk a költségvetésben közlekedésre, amiatt a pénzügyminiszter fogja a fejét, de pont 1000 milliárdra kevesebb, mint adott esetben kellene, mert az infrastruktúrára ennyit el lehetne költeni. Tehát ha most, ha most, nagyon sok pénze lenne az országnak, akkor én így gyorsan 10 milliárd eurót ma este el tudnék költeni a tömegközlekedésre. Annélkül, hogy, tehát, hogy tehát ez olyan, itt olyan tételekről beszélünk, mert ez egy drága ágazattá vált. Hogyne. Ezt jól tudod Nyugat-Európából. Éltél Franciaországban, éltél Belgiumban, ismered az ottani tömegközlekedési viszonyokat. Ebben van fantázia. Egy országban árut mozgatni, embert mozgatni, munkaerőt mobilizálni, jó közlekedést biztosítani, ez politikai tőkét és politikai előnyt is jelenthet. Közösségi közlekedésnek abszolút, a, 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 abszolút, a -ja. Én egy dolgot mondok csak, azzal, hogy levittük a bérletek árát, csináltunk egy új bérleti konstrukciót. Három millió bérletet adtunk el és radikálisan elkezdett növekedni a mások által lehúzottnak tartott, vagy rossz minőségűnek tartott tömegközlekedés igénybevétele. Ilyen üzemanyag árak mellett, ennyi ingázó mellett, ilyen munkaerőpiaci viszonyok és mobilitás mellett a tömegközlekedésnek óriási jelentősége. A Siklós Csabár emlékszem, hogy ő volt a közlekedési miniszter, nem? Sok jó közlekedési miniszter volt, de itt nem a, a, probléma, a probléma nem ez. A probléma a pénzben van, az, hogy ez egy pénzigényes ágazat. És ráadásul egy monolitikus kultúra, a Mávolán csoportban 57 ezer ember dolgozik, Magyarország legnagyobb munkaadójával ülsz most szemben. Szükség van ennyi emberre? Például ez egy jó kérdés. A pénzügyminiszter mindig ezt kérdezi. Tehát, hogy, hogy nem történt meg egy kultúraváltás, nem történt meg egy stratégiaváltás, és nem történt meg egy struktúraváltás sem. Hogy teszel pénzt egy régi rendszerben? Igen. Ez volt Németországban is a dilemma, tartományi és országos szinten. Ez volt Ausztriában a dilemma, ez volt Svájcban a dilemma, de minden országban csináltak struktúrális reformot, csináltak átalakítást, és hozzátettek forrásokat. Nagyon szép és nagyon izgalmas téma. Ami nekem fontos, hogy ez nem csak Budapestről szól, bár kétségtelen, hogy Budapesten és az agglomerációban használják legtöbben a tömegközlekedést, de ez vidéken is nagyon fontos. Ugye a Fidesz szempontjából akár ez egy stratégiai kérdésként is felfogható, én nyilván ezt lelkelem. Miért? Azért, mert a mi választóink, ha valaki ránéz a térképre, döntő mértékben inkább vidéken vannak, mint a nagyobb városokban. A nagyobb városok természetszerűen, mint az Amerikai Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában, másfajta szociokulturális közeget képviselnek, másfajta mentalitás, gondolkodásmód, életforma. Ugyanazokról a dolgokról más gondolja egy nagyvárosi polgár, mint egy vidéki kistelepülési polgár. Nekünk az az érdekünk, hogy ezek az emberek, akik vidéken élnek, falvakban, kisvárosokban, közepes városokban, ne kelljen elvándoroljanak. Ezért őket mozgatnunk kell két kis település között, egy kisebb és egy nagyobb település között, vagy a megyeközpont és a szülőhelye, vagy az élőhelye között. Ha nem tudjuk őket mozgatni, ha egy óránál többet kell nekik egy nap ingázniuk, fél óra oda és fél óra vissza, akkor el fognak költözni először a nagyobb városba, a nagyobb városba Budapestre, Budapestre vagy Nyugat-Európába. És a saját választóink alatt nyírjuk ki a a fát, vagy vágjuk ki a fát, hogyha nem segítjük őket abban, hogy olcsón, gyorsan, komfortosan és biztosan jussanak el mondjuk dolgozni. Tehát, hogyha képzelj egy családot, akinek a két gyereket be kell hordani fél órára a járási központba, iskolába, meg dolgozni, egy idő után megunják. Tehát fizikailag föladja az ingázást, mert nem bírja, akármilyen jó is a falusi élet. Tehát, ha nem jó a közlekedés, nem jó az út, nincs megszervezve az autóbusz, és ebben, ez, ez éppen ezért a Fidesznek erre nagyon kell ügyelni a jövőben, hiszen egy nagyon intenzív politikai verseny közepette élünk. A következő tíz év a politikai versenyben nagyon nehéz lesz. Azokat a győzelmeket, hogy újra kivívjuk, amit eddig kivívtunk, sokkal több munkára, sokkal több áldozatra, és sokkal koncentráltabb tevékenységre lesz szükség a Fideszen belül és a Fidesz körül. Ez nem kérdés. Már a következő esztendőben is. Tehát a győzelmet nem adják olyan könnyen és olcsón, mint ahogy megkaptuk tíz éven keresztül, ez az én személyes véleményem. És ehhez sokkal differenciáltabb gondolkodás kell, és nekünk nagyon fontos, hogy stabilizáljuk azoknak a millióknak a támogatását és szavazatát, akik 2022-ben vagy 2018-ban ránk adták a voksukat. Kialakult a szavazótáborunk. Van egy nagyon masszív szavazótábor a Fidesznek, akiknek a gondolkodása, élethelyzete, jövedelemviszonyai, kulturális közeke, az, hogy mit gondolnak a dolgokról, hogy mi a jó és mi a rossz, az nagyon egybevág és nagyon hasonló. Ezeket az embereket nekünk külön komolyan kell vennünk, felelősek vagyunk értük, persze az egész országért természetesen, de a saját választóinkért is, és ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és így a közlekedésnek már társadalmi politikai, politikai és társadalmi politikai jelentősége van, mint ahogy egy iparosodó országban, egy gazdaságilag fölzárkozni akaró országban, az munkaerő mobilitásnak is, vagy éppenséggel egy olyan országban, ami Európa centruma akar lenni, az áru vagy az áruforradásnak is központi jelentősége lehet. Tegnap a parlamentben voltál vezérszónok, és az építési törvényről beszéltél. Azt mondtad, hogy minőség vagy mennyiség, Igen. és a minőségre helyezzük a hangsúlyt. Így van. Mit jelent igazából? Fölsorolta három építésznek a nevét, Igen. ugye Leknerét, és és Makovic, Makovezet. És tulajdonképpen azt mondtad, hogy szemléletváltásra van szükség. Ez így van. Mi, mit akar? És mindig mondod a polgári jó ízlés. Igen. Ezt a szót most egyébként örülök neki, hogy elveszted a vokábülerbe ezt a polgár szót, mert tulajdonképpen a polgári jó ízlés, csak ez hogy, hogy fog ez megjelenni egy építészet? Már annyira különbözőek vagyunk. Mi az a jó ízlés, amikor építészetről Igen. van szó? Ha megengeded, akkor azzal kezdem, hogy az ember biológiai fejlődésének, vagy az élet előrehaladásával, azért egy idő után, ha valaki közügyekkel foglalkozik, akár csak falusi polgármester, vagy egy polgármester egy kis közösségben, vagy helyi vezető, neki is gondolkodni kell arról, hogy akkor ez a közösség, ország, ez a település hogy fog kinézni 10-20-30 év múlva. És szerintem nagy hiányossága a mai közbeszédnek, hogy a irgalmatlan élethalál harcért, amit a különböző politikai csoportok és osztályok folytatnak, és Magyarország talpon folytatott küzdelmünk a nemzetközi versenyben, sokszor kivonja a fókuszból azt, hogy jó, de akkor a nagy ügyekben 10-20-30 évben hol leszünk, milyen ország lesz Magyarország. És nekem az a véleményem, hogy, hogy az, az egy nagyon fontos lépés, hogy van három problémánk, aminek a megoldásában a életminőségnek van szerepe. A három probléma az az, hogy először is Magyarország nem elég nagy. Sajnos az ukrán háborúval kialakult egy olyan poláris világ, ahol az ország méretek újra elkezdtek számítani. Te, aki európai összpolitikával foglalkozol, most már visszakerültünk oda, mint a második világháború előtti időszakban, hogy elkezdik számba venni az ország, hogy kinek mennyi embere, területe és milyen van. Magyarország ebben a versenyben nem elég nagy. Mindent megtettünk egyébként, hogy nagyobbak legyünk, mert egymillióval van több új magyar állampolgár, mint volt 2010-ben. Egymillióval egy millióval több magyar állampolgár van, mint 2010-ben volt. Tehát megtettünk sok mindent azért, hogy többen legyünk, és nagyobbak legyünk, de ez egy limitált dolog. A második, hogy nem vagyunk elég erősek. Senki nem gondolta azt, hogy 2022-ben elkezd számítani az, hogy mennyi katonád van, és mennyi fegyvered van. Ebben nem vagyunk elég erősek. És a harmadik probléma, ami ide vág, hogy nem vagyunk elég gazdagok. Tíz évig jól ment a szekér, de ebből nem következett az, hogy Magyarország belépett a gazdag, vagy a nagyon gazdag országok sorába. Én tudom, hogy brüsszel Sydney, trendi Magyarországon, de te Belgiumban élsz, Belgium egy magyar szemmel fölfoghatatlan gazdagságú ország. A belga középosztály, vagy a holland középosztály, az egy elképesztően gazdag, vagy a dán középosztály. De van középosztály. Így van. Most ez, ez, tehát, ha ezen nem tudunk változtatni, ezek, ezen a három tényező, hogy nem vagy elég nagy, nem vagy elég erős, és nem vagy elég gazdag, akkor a következő 20 évben, tíz évben versenyhátrányba kerülhetünk. Mert ezek a dolgok újra elkezdtek számítani a világban. Mennyi pénzed van, mennyi fegyvered van, és mekkora országod van, mennyi ember fölött diszponálsz. Ez a következő tíz évben számít. Én nekem az a véleményem, hogy az a tíz év, ami eddig volt, sose jön vissza. A következő 10-20 év teljesen más lesz, mint a mögöttünk hagyott tíz év. És ebben új nemzeti modell, új magyar modell, új magyar célkitűzés kell. És a gazdagság az összefüggésben van az élettel, a jóléttel, az életminőséggel. És az építéssel is. És ilyen szempontból, ha végig gondolod azt, mikor megszületsz, onnantól kezdve a halálodig valamiben élsz. Van köztérben, magántérben van egy tered. És hogy az hogyan néz ki, attól nagyon nagy mértékben függ az ember életminősége. Ezért van az az érzés, hogy átmész egy burgálandi faluba, és nem tudod megmagyarázni empirikusan vagy tudományosan, hiszen nem vagyunk építész-történészek, és nem vagyunk Urban, urbanisztikában tudósok, mégis van egy különbség. Elmegyek a legszegényebb, Ausztriából nézve legszegényebb Burgellandi régióba, ott elmegyek egy kis faluba, és nagyobb rendezettséget, nagyobb tisztaságot találok, mint a mi legfejlettebb dolgokban Hogy? Ott nem volt Kádárkocka. Meg nem volt kommunizmus. Ez kétségtelen tény, ez kétségtelen igaz. Csak meddig lehet erre hivatkozni 30 évvel a rendszerváltás után? Tehát én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben át kell forogni a mennyiségből a minőségbe. Volt 30 éve Magyarországnak, amikor infrastruktúrális hiányosságokat kellett mennyiségi alapon ö, pótolni, hiszen nem volt elég autópályánk, most sincs elég jó minőségű lasó, lakott ingatlanok, mennyi lakás kellene Budapesten. Fölfoghatatlan mennyiségű lakása volna szükség Budapesten. Tehát van mennyiségi probléma, de most már szépen át kell fordítani az országot a minőség irányába. És a minőségi gondolkodásmód, a minőségforradalma, vagy az, hogy... De az eh, pénz kell, nem? Igen. De ez a fajta gondolat pénzt is szül, mert nyilvánvaló, hogy ez csak gazdasági növekedés támogatása, vagy gazdasági növekedéssel lehet megtenni. Ugye erre mondjuk azt, hogy az ország iparosítása, az ipar 4.0, az ahhoz fog vezetni, hogy Magyarország gazdagabb ország lesz. Tehát miért csináljuk ezt az egészet? Azért, hogy olyan tőkét hozzunk be Magyarországra, hogy olyan gyárak, olyan high-tech gyárak legyenek Magyarországon, hogy a magyar munkavállalóknak magasabb jövedelmet garantál. Ennélkül nem fog menni, hogy a magyar középosztály, vagy a magyar alsó középosztály, vagy akár az alsó decilisben élők jobb modulak és gazdagabbak legyenek. Jobb és jobban fizető munkahelyek kellenek. Magyar, a világban ma, és ezt csodálom, hogy ezt, és ezt nem is szabad hagyni, hogy elragadják tőlünk, és az ellenzék nem véletlenül támadja ezt, ma azért akármit beszélhetünk, de az autóipar, high-tech az, hogy Magyarország, a világ legfontosabb autóipari bázisai közé küzdi föl magát. Most az Szegeden azt jel... is jön. Hogy? Szegeden is jön. Hát, még Divágy. sok lehetőségünk van. Igen, most erről szó van, hogy nagyon komoly tárgyások vannak. De azért nem mindegy, hogy az ember hol dolgozik. Meg kell nézni, hogy Győri, audi mennyit fizetnek az embernek. Tehát az, hogy az ország gazdagabb legyen, az azt is jelenti, hogy az emberek jobb módúak legyenek igényesebbek legyenek, minőségi életre nyitottabbak, vagy többet tudjanak tenni ezért, ez pénzkérdése persze. Ez azon múlik, hogy mennyit keresnek, az azon múlik, hogy milyen munkahelyek vannak. A közszolgálatban az egy illúzió, hogy majd a közszolgálat az állam, az ott foglalkoztatott egymillió ember majd mindig nagyon jól fog keresni. Nem, a közszolgálatban mindig kevesebbet fognak fizetni, mint a piaci munkahelyeken, egy normális országban. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon jól fizető piaci munkahelyek legyenek, hogy Magyarország egy nagyon erős autóipari, ipari high-tech központ legyen Közép-Európában, vagy Magyarország például egy nagyon erős pénzügyi szolgáltató központ legyen, vagy Budapest egy nagyon erős turisztikai központ legyen, a legerősebb legyen a Kárpátok vonalától délre, és a Kárpátok vonalától délre eső területen, úgy mint 1867 és 20 között, Magyarország, illetve Budapest legyen a fókuszpont. Ez a politikának a lényege. Ehhez nagyon jól kiépített turizmus, nagyon magas színvonalú ipar, high-tech iparra van szükség, és nagyon komoly pénzügyi szolgáltatásokra. És ebben kell dolgoztatni a magyarokat, mert akkor jóval erősebb jövedelem viszonyok közé kerülnek. Ez, ez, egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lépsz a közepesen fejlett országok sorából a magas jövedelmi országok sorába. Azt mondja az IMF, hogy három ország fog ebből a régióból kettő biztosan föllépni, Lengyelország és Csehország, mi nem vagyunk a listájukon. Uh -huh. Uh -huh. Ez egy, és, és ez engem nagyon foglalkoztat, és próbálom az építészet ügyét kérésedre válaszolni, behozni ebbe, és próbálom azt képviselni, hogy minőséget kell képviselni, minőséget kell építeni, mert az a gyerekek szemléletét érdemben formálja. Egy gyerek, amikor megy az utcán, hogy milyen épületek között megy, hogy a járda tiszta vagy sem. Hogy evidense az, hogy a szemetet bedobom a kukába, hogy rendezettek a közterek, az egy életre meghatározza a gondolkodás módját, az igényességét. Menjen egy sváb faluba. Mai napig mindenki megérti, hogy miről beszélek, és megérti a különbséget. Ha ez a szintugrás, ha az önmagunkkal szembeni igényesség szintje nem változik, akkor nyilván az ország igényesség szintje sem Sok érdekviszonyt sértettél ezzel a törvényjel? Vagy, igen. Vagy, vagy pedig beállnak De Én nagy. azt nagyon szeretem, az érdekviszonyok megsértését. Azt nagyon szeretem, mint jól tudod. Ez inspirál, ha az érdekviszonyokat megsérthetem. <kül> Ö, igen, mert ugye Magyarországon van egy dilemma. Jó, ez így, ahogy van, vagy változtassunk. És ismered jól, arany János és megírta, meg sokan mások, ez a fajta hozzáállás, hogy jó, ez így. Minek változtassunk? Pató Pál úr. Meg a minek a okoskodás? a okoskodás? Lázár, itt a világot. a világot, minek ez? Ugye, ha a mennek a dolgok, a ez a gondolkodásmód általában többségbe kerül. Az a kérdés, hogy amikor rosszabbul mennek a dolgok, akkor kikényszeríthető -e a változás. a a a magyar a egy furcsa, szuverenista, egaliter egy kicsit, eh, abszolút eh, önálló típusú eh, karakter, aki nem szereti azt, hogyha megpróbálják ilyenekkel piszkálni, hogy akkor most vágja le a füvet, eh, ne legyen az út útszélén kosz, szedje össze a szemetet, legyen rendezettebb az egész, és akkor elkezdett piszkálni, hogy a jövedelmének egy részét ilyenre fordítsa, hogy hozzá rendben a homlokzatot. Hogy bírja a családod a vibráló természetedet? <kül> hát ők is vibrálóak, tehát egy nagy olasz család. Tehát nagy olasz család. Ja, abszolút, ja. abszolút. Itt, ja. Ít, hogy mondjam, mi, én, én nem tudom megválaszolni azt a kérdést másokkal ellentétben, hogy a gyereknevelésben mik a legfontosabb dolgok. Mert nem, nem mai napig bizonytalan. Egy, egy, egy pár dolgot tudok, azt, hogy a gyereknek sportolnia kell például, a sport, angolszázos nevelés, sport és tanulás. A vadászat a sport, vagy nem? Nem. Ilyen, ilyen értelemben nem. Az úszás, a tenisz, a vízilabda mindenképpen és azt is fontosnak gondolom, hogy nyitott szellemben vannak a neveik, gyerekeink nevelve. Engem gyerekkorom óta odaengedtek az asztalhoz, amikor a szüleimnek vendégei voltak, vagy a nagyszüleimnek, nem beszélhettem bele, volt rend, hogy mikor szólhattam és mikor nem, de ott voltam, és egy idő után persze beleszóltam. És persze én szeretem, hogyha a gyerekeim vitába szállnak velünk, ami minden találkozás alkalmával bekövetkezik. Ha mi négyen utazunk valahova a kocsiba, akkor az egy, azt, azt ha élőben közvetítenénk, akkor az egy nagyon Ez komoly stand-up komadivel fölérő valami lenne, mert a négy ember négy álláspont. Minden négy vibrál. Itt nálunk mindenki vibrál, jó. és én kisebbségben maradok. Tehát az én vibrálásom az, amikor az érek, már a jelentős mértékben fogy. Azt mondd meg Más nekem, kockára. hogy hogy látod magad tíz év múlva? Hát ez nehéz kérdés. Hát igen, erre vagyok kíváncsi. Ja, azzal biztosítom magam, hogy a, a, az ateisták annyi jót tettek a világgal, hogy a, ahogy nagyon hisznek az orvostudományban, és ugye az örök élet titkát megvalósíthat, megtalálni látszik. Tehát ugye nagyon sok ateista él a világban, nem bántom őket félrét és neessék, akik úgy gondolják, hogy a halál az elkerülhető, és, és az örök élet titkát keresik, és ezért óriási pénzeket investálnak az egészségtudományba és mindenben. És van egy ilyen, hogyan éljünk minél tovább egészségesen. Jól ismered ezt az iparágat, és ezt a gondolkodásmódot Nyugat-Európát behálózta, És abban abba reménykedem, hogy először is fizikailag, ma már egy férfi ember tud dolgozni, akár 75-80 éves koráig, vagy még tovább. Mert a, a, a nyugat-európában élő barátaimon azt látom, hogy az a fajt ők nem mennek nyugdíjba 70 éves korukban, meg 75 éves korukban. Sokkal kisebben is néznek ki, autót vezetnek 85 éves korukban. Ez részben a demográfiával is összefüggésben van, de részben az aktivitással. Tehát én szeretnék 10 év múlva, 20 év múlva, 30-40 év múlva is aktív maradni. A szónak abban az értelemben, hogy valamit tenni vagy valamivel foglalkozni, nem föltétlenül a politikával. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy 2020 után nem föltétlenül a politikus vagyok. Tehát nekem rengeteg érdeklődési köröm, tervem, ambícióm van. nem vagyok rászűkülve és nem vagyok beszűkülve a politikával, sok minden érdekel, és azt is, azzal is kacérkodom, hogy 2026 után esetleg mást kipróbálok, még fiatalnak érzem magam, hogy sok minden tudnék csinálni. De az igazság az, hogy... Mecenatúra? Bármi, az is, de sok minden más. Engem az agrárium nagyon jól tudod, nagyon érdekel, úgy gondolom, még sokat tudok tanulni, tehát olvasó és tanulóképes állapotban érzem magam hasznos tagjának érzem magam a politikai családomnak, vagy a kormányzati családnak, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudnék más csinálni, vagy mással foglalkozni. Ami, amiben azért kicsit beleszerettem 18 és 22 között, hogy a független vagy önálló életnek is van azért számos előnye. Ami engem viszont ebben kicsit zavar, az az, hogy vajon milyen állapotban lesz az ország. Mert ugye aki szolgálatban gondolkodik, és nekünk protestánsoknak csak van egy ilyen mániánk, hogy a szolgálat ugye az nem letehető, mert mindennek megvan a maga rendelése. A, a miután a szolgálat ugye nem, olyan, nem olyan egyszerű és nem könnyű letenni, és ebben azért itt már nem csak személyes szempontok, hanem különböző más szempontok is vannak, ezért nem tudom azt, hogy, 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 hogy helyes magatartása az, hogyha valaki, aki tehetne a közért, most akár egy faluról beszélek, vagy egy kis település, vagy egy kis közösségről, nem az országos politikáról feltétlenül, az magára csukja az ajtót, úgy van vele, hogy ő jól él, el van boldog, és nem érdekli a közösség, miközben annak nehézségei vannak. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy Magyarország könnyű tíz év előtt áll. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy Magyarország könnyű húsz év előtt áll. És nem vagyok arról meggyőződve, hogy az, akik most sikeres politikusai, vagy erős politikusai a Fidesznek, azok könnyen letehetik a lantot a következő 10-20-30 évben, mert hogy minden készen van, nincs kész az ország és olyan zátonyok között hajózunk, amik hogy mondjam, munkát, munkát, követelnek. De én tíz év múlva azt remélem, hogy nagyon aktív leszek, és majd veled fogok itt beszélgetni. Ebbe bíztam én is, hogy tíz év múlva, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Abszolút, 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 szerintem lesz miről beszélni. Biztos akkor. vagyok benne, biztos vagyok benne, és Engem valóban foglalkoztat az, hogy milyen ország lesz Magyarország, mi lesz az országgal, hová alakul ennek a világnak a sorsa, és nagyon sok bizonytalansági tényezőt látok, és ez egyre inkább erősödik az emberben. Nem megnyugtató az, ami körbevez bennünket a nagyvilágban. Ahhoz képest a mi helyzetünk még viszonylag arra ad okot, hogy mi azt, azt, hogy lássuk, hogy máshol háborúban gyilkolják egymást az emberek, és itt békében élünk normális körülmények között, és ez mekkora érték. De hogy 10-20 év múlva a világ milyen körülmények között lesz, azt az, arra azért nem, nem fogadom. Nem túl optimista? Nem, nem vagyok optimista egyáltalán. Ha engem kérdezel, én nem vagyok optimista, de én általában azt szoktam mondani, amit Izsépi Tamás mond, nem vagyok pessimista, csak jól tájékozott realista. Tehát, igen, realista szeretném. Mikor lesz a Szeged-Szabadka vonat átadása? A Szeged-Szabadka vonatnak a megnyilása megtörténik november végén, december elején hogy ez rövid is legyen a 37 km, ne sok órába teljen a határellenőrzés miatt, az még kis idő, nagyon sok múlik azon, hogy az Európai Unió mennyire engedi közel magához. Az... És vásárhelyről át fog menni szabad igen. a villamos? Igen, 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 abszolút, abszolút. Ezek nagy tervek. Az a kérdés, hogy a világ változása, az, az hogyan befolyásolja ezeknek a terveknek a megvalósítását? Mert itt nyilvánvalóan az emberben van ambíció arra, hogy jobbá tegye a környezetét, jobbá tegye a hazáját. Miközben két háborúnak is kivagy téve. És most nem a, azt a mondatokat akarom elmondani, amit a háború kapcsán nekünk fideszeseknek illendő elmondani, hiszen a politikai kommunikáció része is a háború és a közbeszéd része is. Inkább abból a perspektívából nézem, hogy azért te jól tudod, nálam sokkal jobban, mert részben tapasztaltabb, részben bölcsebb vagy, és jobban érted talán a világot, mint én. Két ilyen háború után, vagy háború közben a világ nem nyugszik meg egy év alatt, vagy fél év alatt. Az illúzió, hogy egyszer csak fél év múlva ennek vége lesz. Ez évekig tartó következményekkel járó dolog. És ebből legalább olyan veszélyes, ami a közel-keleten zajlik, mint ami Ukrajna és Oroszország között van. Itt alapvetően változnak meg a játékszabályok, és nagy kérdés, hogy mi magyarok ebben hogyan tudjuk magunkat pozícionálni. Hát azt gondolom, hogy a mai beszélgetése rendkívül izgalmas volt. Nagyon-nagyon köszönöm, Jánosnak, ezt a beszélgetést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma azt hiszem egy olyan szemét hallgathattuk meg, aki 20 fiatal korától kezdődően felelősséget érez az országért, ezért vállalta ezt a munkát. Egyrészt polgármesterként, országgyűlési képviselőként, miniszterként, és hát János, kívánunk neked sok sikert, sok erőt ebben a munkában, nem, nincs, nem könnyű helyzetben, és azt gondolom, hogy azok a területek, amit hozzá tartoznak, meg kimondottan időt igényelnek, odafigyelést, az emberekkel való gondoskodást, ehhez kívánunk neked sok erőt. Nagyon szépen Köszönjük köszönöm, szépen. és azt is, hogy meghallgattak. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, majd abban az épületben vagyunk, amelynek az, ez az épülethez Lázár Jánosnak nagyon sok köze van. Tudni, hogy ez az épület ugye a Magyar Államnak a tulajdonát képezte. Mostán történelmében nem megyünk be, kik voltak az előző tulajdonosok. De amikor minisztertársak voltunk, akkor Lázár János miniszter úr volt az, aki ennek az egész épületnek a felújítását magáénak tartotta, és az egészet irányította, felügyelte. És ma, hogy ez így néz ki, ez az épület, az többek között Lázár Jánosnak köszönhető, és elsődlegesen neki köszönhető. Ezért a Károli Gáspáros Egyetem szenátusa az 56 per 2023 határozata értelmében a Károli Egyetem támogatói díjat adományozza dr. Lázár János részére. Kedves János, szeretném neked megköszönni azt az emlékérmet is átadni, amíg 30 éves az egyetemünk, mert azt gondolom, hogy nagymértében hozzáérte ahhoz, hogy az egyetemünk valóban méltó körülményekről dolgozzon. Még van néhány feladat hátra, de az még odébb van. Nagyon Köszönöm szépen. szépen. De vasárnapi ebédnél az itával és a gyerekekkel azért kocincsatok a, a károly egészségére. A vibrálás közben így van. Sok sikert kívánok az egyetemnek, és nem titok, hogy a késésnek az volt az oka, hogy a rektor úr meg, megragadta az alkalmat, és azonnal az egyetem bővítésével kapcsolatos feladatokról beszélt, ugye az egyetem helyszűkében van. Az egyetem iránt növekvő az érdeklődés, egyre többen jelentkeznek és több hallgatót vesznek föl, és nincs megfelelő infrastruktúra Budapesten a Károli Református Egyetemnek, és ezért a kormány úgy döntött, hogy egy nagy fejlesztést támogat Gulyás miniszter úr szervezésében és vezetésével, és ennek a részleteir most fognak eldőlni ezekben az órákban és napokban, és a László kihasználta az alkalmat, hogy a folytatásra biztosan. Köszönöm, hogy meghallgatta, köszönöm a lehetőséget.